Kérlek szépen, ez örökké foglalkoztatott engem, hogy mi lesz körül bennünket. A cserép korsótól a gépkocsig ma. De ez visszavetítve a, az elmúlt évszázadokban is, ezért is voltam én mániákos múzeum Fegyvertárakat, de a, az élet kellékeit, minden a csodát, hogy, hogy azt hogy állították elő, az mire volt jó nekik, ugyanis ez ez meghatározta az életüket, és hát mondhatnék ezer közhelyet ezzel kapcsolatban, de ezek engem feltétlenül érdekeltek. Hogy egy korm hogyan rendezkedik be? Furcsa módon nem annyira a társadalom szerkezetek, a hatalmi szféra, tisztség leosztásai, holott ezeket én jogtörténetből, meg és jogtörténetből is ismertem és tanultam. És a hat történet, igen, de azok is az eszközök felől. Tehát, hogy, hogy valóban tudom is én 1848-ban mondjuk, de ezt önzetlenül, függetlenül attól, hogy ez kellett -e nekem regényhez, vagy már. Tehát mit, mit tudom én, 1848-ban a budai várból el lehetette ágyúval lőni a, a, a nagykörút távolságáig. Hát mi a fenének kell ez nekem? Hát ez egy pirotechnikust, egy, egy, nem is hat történészt, hanem tudom is én fegyverzett történészt érdekelhetne. Engem meg, meg ezek a, a, a dolgai a tehát ez ragadott meg, mit tudom én, Buda osromáznál, vagy abból a helyzetből, kifolyólag, hogy, hogy ugye a vár osztrák kézen van, Pesten pedig készül a magyar szabadság, sőt, kitört a magyar szabadság, <laughs> ugye? E, tehát ezt csak azért mondtam, hogy, hogy, hogy na most ezért nem volt nekem különösebb gondom azzal, hogy hogy rendezzem be egy-egy regényem életvite, a, 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 szereplők és a benne élőknek a, az életvitelit. Aztán persze egy csomó mindennek ö, utána is néztem, hát ez, ez, mondjuk a holó időnél volt érvényes, tehát az, hogy, hogy ö, melyik korban ö, jelenik meg mondjuk a, a templomok köldökös üveg szemein túl a táblaüveg. És hogy az eljuthatott -e akár hova és hogy ez, szóval ezek. Na most, ez is egy furcsa dolog, hogy engem ezek akkor is érdekeltek, ha nem használom őket, mert ez valahogy mégis behatárolta a benne élők világát, és akkor is, hogyha megtagadtam, tehát hogyha megváltoztattam,